izgalmas volt számomra. Az új futóművet teszteltem a szabad edzésen és az időmérőn, ami pozitív eredményeket hozott. Az első futamban az első rajtkockából tudtam rajtolni, és sikerült megnyerni az első. Mivel idén két futamon vettél részt, ezért te is a 100%-osok közé tartozol, két futamból két győzelem, méghozzá elég fölényesen. Milyen volt belülről a hétvége? Hát elég jó volt számomra a hétvége. Az első futamot azt sikerrel megnyertem, a másodikban volt egy kis összetűzésem Gót Viktorral, és ez miatt ott a második helyre estem vissza, és a harmadik előfutamot szintén megnyertem, így a döntőt az első rajtkockából várhattam. És a döntőben nagyon jól sikerült, eljöttem elsőnek a rajtnál, mondjuk kicsit Bruno megrajtolt, de szerencsére azt kezeltem, és fölényesen sikerült kiépítenem az előnyömet, és a végén már biztonsági autózásnak mentem, és hát amikor éppenséggel leintettek, akkor nagyon boldog voltam. Hogy látod a további folytatását a bajnokságnak, hiszen elég toronymagas, és mindenki téged tűzött ki, mint célt. Tehát mindenki téged szeretne megfogni. Hát mindenféleképpen a 100%-ot próbálom teljesíteni a következő versenyekre, és minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy nyerjek. És remélem, ez sikerül is elérnem. Tavaly, amikor Greenwalk előtt álltunk, akkor vezetted a bajnokságot, és akarom az ördögöt a falra festeni, de utána jöttek a problémák, ami miatt visszaestél a bajnokságban. Ismét Greinbach előtt állunk, megpróbálod a tavalyi csorbát kiköszönülni? Nos, igazából Greinbachba kezdődött az összes technikai problémám, amit három versenyt is buktam. Hát most sokkal jobban felkészítjük az autót minden versenyre, sokkal jobban átvizsgáljuk. Nagyon sok alkatrészt cserélünk is minden verseny után, és nagyon remélem, hogy nem adja meg magát az autó. Az Remecsi Pedel döntőknek van egy nagyon nagy hiányzója, Luigi, aki tegnap a legjobb időt produkálta a 25 cm-es.